Tehát az IFI Festen vagyunk, és Balogh Fruzsina be fog számolni nekünk róla, hogy a gyerekek mi mindent csinálhatnak itt. Hát ami szenzációs, hogy ebbe az évben, itt a 15. kerületben az 5. IFI Festet szervezhettük meg, ami még így az 5-ös számot, hogy 550 gyermek jött a kerületi iskolákból erre a rendezvényre. Ezen a rendezvényen, amit szeretünk így, hogy teret kapjon a prevenció, érzékenyítés, szórakozás, egymás megismerése, a barátság, a kikkel találkozhatunk egyébként így a kerületben, itt az összes iskola tulajdonképpen megfordul, és a diákok egymással is találkoznak, így megismerheti egy általános iskolás az új középiskolákat is, mert itt azért fontos, hogy a pályaorientáció, a munkahelyteremtés, hogy milyen középsuliba menjek tovább, itt azért ezt is megtaláljuk, úgyhogy a kerületi sulik is kiállítanak. Ami nagyon fontos, hogy itt akik ilyen kiállítók és tandal vannak kint, majd erről is mindjárt egy kicsit bővebben, hogy interaktív játékkal készülnek, mert 10-15 fős csapatokba jönnek. Ez egy osztály mondjuk 3 csapatból vagy 2 csapatból tevődik össze, és akkor ezeken az állomásokon van egy menetlevél, 10-15 percet töltenek, ahol megismerik az adott szervezetnek a tevékenységét, itt a drogprevenciós alapítvány, családsegítő, iskolai szocmunkás, rendőrség, és most tényleg így nem tudom, hogy felsoroljam-e a minden szervezetet, de nagyon-nagyon sokan vannak kint.